ABS-szel kapcsolatos kérdés érkezett. Szia, most lesz meg a jogsim A kategóriában, nem tudom eldönteni, hogy mi is legyen. 20 kilométerben járok munkába majd vele, illetve néha egy kanyar, illetve a párommal is majd kellő tapasztalatban egy-egy túra. Ezeket azért szeretem, az ilyen, venni akarok egy motort, igazából csak munkába járok vele, meg csak túrázni járok vele, meg csak kicsit élvezkedni is járok vele, lehet, hogy néha kinézek pályára is. Tehát használsz egy motort arra, amire mindenki, mindenre. Nem ez a lényeg. Első kérdés, ragaszkodjak-e az ABS-hez? Kb. 1 milliós kategóriában gondolkodom, max. 1,3 millió. Honda CB 600 Hornet 2008-as, már ABS-es. A Honda CBF 600 2006 szintén, vagy Yamaha FZ6 Fazer, Suzuki GSX-R 600 ABS. Előre is nagyon köszönöm a segítségedet. Egyébként a Hornet lenne a favorit, de hosszú távon nem tudom mennyire kényelmes, vagy alkalmas esetlegesen egy-egy túrára. Üdv egy kétségbe esett piliscsévi lakos! Mit vagy kétségbe esett? Jelenleg egy Honda PCX 150-en van. Ennyi, azt hiszem most már abba hagyom. Igazából azt gondolom, hogy az autós, motoros technikában a két legnagyobb találmány a GPS meg az ABS. Főleg motoron. Még valamikor 2010 körül, amikor kezdtek kijönni tömegével az ABS-ek, akkor nem voltak olyan precízek, pontosak. Bár azt írott, hogy a 2008-2000, igen, a nagy motor és sportmotorokra gondoltam egyébként. Én azt gondolom, hogy marha jó találmány. Ideális körülmények között nincs sok különbség egy ABS meg egy ABS nélküli motor között, amikor fékezni kell, viszont amikor jön az eső, vagy éppen a fehér aszfalt, akkor rohadt jól tud jönni, hogy bátrabban tudod használni egyébként az ABS-es motort. Azzal is el lehet kottázni, tehát hogyha hülye valaki és nem tud vezetni, és kanyarba becsüri a kanyar kellős közepén egy jó délészegni az ABS-es motort, az akkor is el fog csúszni. De természetesen akkor, amikor szükség van rá, és azt mondod, hogy nagy tempóval fékezel, lassítasz, mert nem is kell nagy tempó, tehát nem is akarok belemenni a hülyeségbe, hanem az ideálistól eltérő körülmények között rohadt sokat tud segíteni egy ABS. Tudni kell azért kezelni, használni úgy, hogy ha megszokod egy ideális körülmények között, hogy milyen frankon tud megállni, akkor azt bele kell tudni kalkulálni, hogy amikor romlik a körülmény, akkor azért ott nő a fékút elég rendesen. De még mindig stabilabban meg tud állni. Úgyhogy azt gondolom, hogy mindenképp előny. Nem hiába vezették be, és azt gondolom, hogy sok hülyeséget bevezettek, mert ugye ez Euro 5, amit nagyon utálunk, meg kipufogók, meg nem lehet cserélni, meg mit tudom, most már szépen ebben az irányba megyünk, de ha valami jó döntés volt egyébként, hogy a gyártóknak törvény alapján a motorokra rá kell szerelni az ABS, szerintem abszolút jó. Úgyhogy ragaszkodj az ABS-hez. Én azt gondolom. Az, hogy a Honda Hornet neked kényelmes lesz egy-egy túrára, hányan túráznak Honda Hornettel? Egy idő után is megfájdul a segged, bármelyik motoron, meg a vállad, meg a nyakad, meg a mindened. Olyat vegyél, amin van valami plexi szélvédelem, mert az a nagyobb problémád lesz, hogyha esetleg nagyobb tempózni akarsz, hogy befeszül a nyakad. Az, hogy a segged mennyire bírja, ez meg kiképzés kérdése. Majd ha sokat mész 500 km-es túrákra, akkor majd csak, mit tudom, 400. kilométeren fog fájni a segged. De amíg keveset mész, addig meg már 100. után is lehet. Ez segg kérdése, és ne küldj a seggedről fotót, mert nem fogom tudni megállapítani, hogy az a segg, az bírni fog-e a motorozást, az majd kiderül.